Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsar Zoltán, azaz Fifika. És Bifko Krisztián, alias Mujó. És Ficsor Zoltánné, aki a tévét hallgatja a háttérben. Pinger Klára. Üdvözlünk Született. Mindenkit a békebeli csütörtöki podcastunkon. Magarnából. Nem kapott el valami nosztalgikus vágy, hogy visszatérjünk a mai napokra? De teljesen, csak nem a nosztalgikus vágy. Egész héten nem tudtam, hogy most csütörtökön vagy pénteken lesz adás, úgyhogy lélekben készültem mindkettőre inkább. De csak most jó a csütörtök, vagy mostantól már megint? Nem, ez egy ilyen kivételes hét, jövő héten már megint nem jó. Aztán azután meg fogalmam nincs. Ja, hogy most megint, tehát valami sokkal fontosabb neked, mint a... Charlie, fogadunk egy magánnyomozót, kiderítjük, hogy mit nála Krisztián csütörtökön. Én itt valami nagyon-nagyon szenzációt sejtek, de... Jövő héten például mezei italozás fog történni csütörtökön. Ja, értem. Tehát a kocsma előrébb. Előrébb való. Nice. Very, very nice. Természetesen. De nem, egyébként nagyon nehezen találtunk megfelelő időpontot, mert mindenkinek másnap nem jó. És így csak a csütörtök. A másnap senkinek nem jó. A másnap senkinek nem jó, ez mondjuk igaz. Azt hittem, hogy nehezen találtunk időpontot, amikor a svájci frank végre túllépi a 300 forintos álomhatárt, de ma végre sikerült. Nagyon durva. Halleluja. Hát én annyira nem őszintén mosolygok ezen, most éppen 314,27, nem kellett volna frissítenem, az előbb 313 volt. Senki ne nézze a frank forint árfolyamot, azt gondolom, rengeteg gyógyszer meg tud vele spórolni. Kivéve a kis frankban gyűjti a kis bankjegyeket a párna húzatba. Mindenféle. De ez valószínűleg nagyon sokan vannak ezek az emberek. Nagyon durva. Mint a Charlie Hebdo-nak az aktuális lapszáma, azt olvastátok? Nem. Hogy ők ilyen 60 ezer körül szoktak megjelenni, és a terror támadás utáni első kiadást 3 millióban adták ki, majd még el is kapkodták. Igen, majd még 2 milliót után nyomtattak. Az élelmesek már eBay-en 10-20-30-szoros áron árulják. Úgyhogy itt is megy a nyerészkedés. Kicsiben olyan, mint nálunk, mikor fölvásárolta valaki a mondd már mi az, ultrahangos tisztítót. Te mit vettél? 30 ultrahangos tisztítót, és te 2000 Charlie Hebdo-t. Ja. Szomorú. Nagyon durva. Viszont a svájci frank emelkedésnek nagyon kellemetlen mellékhatása is lesz, mert mint tudjuk, Orbán Ráhel svájci iskolába fog tanulni, és mivel megemelkedik a tandíja is innentől kezdve, lehet, hogy jövőre egyre kevesebb stadion fog épülni az országban. Hát egyre többet fog érni a diplomája. Azt nem gondolom. Tudtam egy szót se szólni, vépelek, nem azért. Jó, a vépelésről jut eszembe. A kakas viadalban már meglengetett és méltánytalanul kevéssé fölkarolt ötletemet a Vaper szó magyarítására, ami úgy hangzana, hogy gőzlér. Jaj, ez olyan, mint a én nem mint is a tudom. Mertekerészeti nyakfekvenc. Nem értitek, gőzlér. De értjük. Elsőre is értjük. Már akkor gőzlér. Is szar volt. Szörnyűek vagytok, szerintem zseniális. Nem hát figyelj, de ezt valószínűleg annak idején, amikor a nagy divat volt, ott mindent magyarítani, és a rovar szóra kitalálták a rovátkótbarom. Ez lett volna a rovar magyarítása, és akkor a karintékerre kezdtek ökörködni, hogy akkor a nyakkendő az legyen melltekerés, tehát így nyakfekvenc, meg nem tudom én ilyen baromságok. Szerintem egyébként ez már gyökeret eresztett a
a nyelvünkbe, úgyhogy ez a vonat elment, Krisztián, de még gondolkozhatsz valami jón. A vépelésen? Egy mint Nem. szó egyébként? Épp... Hát a vaper, véper, vépelés. Most azt nem tudom, hogy az mennyire friss, vagy csak megint késve vettek át egy cikket, de az Economist is megjelentetett ma délben egy írást, aminek a Words of the Year volt a címe, és ott szerepel a First Up az Oxford Dictionary szerint a vép, tehát amiről már beszéltünk régebben is. Igen. Úgyhogy mert még nem jutott el hozzájuk a gőzlér. És ezt most kérlek, szó szerint le tudnád fordítani, így visszafordítani angolra? Tudod, mint ahogy régen a izét fordították vissza, mondd már, ki volt ez a Frédi és Bénit? Persze, vaper. Jó. Szerintem elegáns, és mennyivel sikesebb lenne gőzlér találkozóra járni. Igen, ez a gőzlér, ez olyan, mintha a 1870-es évek pesti mulatójában szívád. Ugye? Villanypárát, csak tudod, két dolog hiányzik, 1870, és az, hogy rajtad egy csinos frak legyen, kackiásan felfelé pederincsd a bajszod, és egy mondjuk Chaplin kalap legyen a fejed búbjára tűzve. Ha nekem ezt a szót mondod, hogy gőzlér, akkor az jelenik meg előtt, hogy állsz egy büdös nagy késsel a kezedbe, egy ilyen hófehér, vastag, vízálló köténybe, amin ilyen likvid cseppek peregnek le, és vicsorgó állkapocsa vár a gőzt, amit majd le fogsz vágni. Ja, ez a böllérből fejtett igen, vissza. Igen, mert a gőzlér meg a böllér az egy ilyen, na... Hát a hiba az önfantáziájában. A bocsánat. Ennyivel lehetnél párafaló is, nem? Vagy gőzlét. Gőzlét. Oké, okay, ezennel szeretném meghirdetni a kitalál ki szarabb fordítást a vaper szóra. Versenyt... Gőzszopó. A múltkor volt egy kép, azután ez teljesen reálisnak tűnik, azt nem tudom. Az a baj, hogy a pára elszívó már foglalt egyébként. Mindig az a foglalt, amit te foglaltnak gondolsz. Új. Ez nagyon zen volt, Charles. Újítsd a nyelvet, és unokáid már azt fogják hinni, hogy ez az. Hiszen mi az adás címe? Párásító. Úgyhogy... Bár ezt is megkaptam még annó, amikor elkezdtük az adást, pont a grafikustól, hogy hát ugye ötleteltünk, hogy mi legyen a név, és nem gondolkoztunk azon, hogy ha beírod ezt mondjuk az iTunes-nak a keresőjébe, akkor mit dob ki? És valami elcseszett mexikói anyanyelvű, én nem tudom, milyen portugéze. Ja, igen, mert... Hát, ha beírod, hogy parasító, akkor is kidobja, hogy parazító. Lehet, ott valami, ez valami... De, és frankon ez a rádió... Sokan gondolják azt, hogy azok vagyunk, de nem érdekes. Igen, mi vagyunk a gőzparaziták. Nem, akkor a Krisztián gondolkodása mentén azt kell, hogy mondjuk, hogy mi vagyunk a parlér, vagy párlér, vagy nem tudom. Vagy mi vagyunk a gőzlér közlöny. Na jó. Jaj. Na. Ugorjunk. Most a gőzlér mára. Ugorjunk. Tied az első, hova ugye, Krisztián? Igen. Hát, ha már így nekem adod, akkor igen. Ez csak egy apró érdekesség. Böngészgettem mechanikus módkészítő manufaktúrákat, és megütötte a szememet az egyik amerikai mechamódkészítő manufaktúrának a filozófiája a klónozást illetően, és
ők kerekperec kijelentették, hogy sem ma, sem a jövőben, sem semmikor nem fognak jogi fenyegető leveleket küldözgetni semmilyen króngyártónak, nyugodtan másolja mindenki az ő módjaikat, amennyire akarja, nyugodtan árulják is a másolatukat egészen addig, ameddig egyértelműen megjelölik, hogy ez egy klón. És aztán azt fűzték még hozzá a végén, hogy a filozófia lényege az az, hogy össze kell tartani és egymást kell támogatni, nem arra elcseszni az időt, hogy ki milyen furfangosabb, ki minél furfangosabb jogi csűrös, csavaros, fenyegető stratégiákat dolgozzon ki. Ez azért tettem be, mert hogy ez mindig fölmerül ez a kérdés, hogy most akkor üldözni, nem üldözni, bántani, nem bántani, jó, nem jó, és egy egészen sajátságos álláspontot sikerült találni az uraknak ebben a kérdésben. Úgy ilyen is van. Nézegetem a módjaikat. Szép a tipográfiája egyébként. Az a logó, az nekem nagyon megtetszett, az a kis egyszarvú logó. Nagyon eltalálták rajta. Ja, végül is elég csajos nekem a, nekem a felirat tetszik. Kicsit olyan ős magyaros. És full réz. Az jó pofaság. Ja. Látom, hogy itt a méret elragadta őket is. Az első oldalon csak 26-650-et látok. Bár ez furán. Nem ismerik Bélát és Gergőt, akik akár 4x26-650-et is összetekernek, amit kiszámoltam, így 26-2600. Úgy, annál menőbbet úgy se tudnak ezek a Niemandok. Azért van annyi 26-650-es ott egyébként, csinálták, hogy kis szériába 1000 darabot, ha ez kis szériának minősül, 1000 darabot gyártottak le, és ott százasával van külön szedve a széria szám, és te választod ki, hogy hanyag számot szeretnéd megrendelni. Ki eszik csokit? Sajnos, tekerek, tekerek. Tehát, hát de... Csokit tekersz? Nem. Tekerem a GSM. Zörgeted itt a nejlont. Aha. Aha. Csak azért, hogy érezze Charlie is a ja, azt hittem, azt mondom, tekerem a GSM. Megnéztem. Megkérdeztem volna, hogy mit raktál videót. Bele, nejlont, vagy mi? Vagy népiesen a nilon acskót. Japán volt. Gyermekkorom, ez a nilon acskó, jaj. Mit kezdtél mondani, milyen videó? Megnéztem a szerszámos videódat, és akkor most elővettem egy szerszámot. Milyen inspirálólag hatott ez rád, úristen. Bár olvasgattam, jöttek vissza mindenféle, hát nem jöttek vissza, egy ember írt nekem, kultúr ember volt, vagy 4 bekezdés, tehát elég szépen kifejtette a véleményét, hogy tök jó, és mi kéne még, vagy mire kíváncsi. Azt majd jól meg is fontolom, és vannak jó ötletek is benne. Ja, persze utána elindult, hogy miért alaptartozék az ultrahangos mosó, holott ugye mondtam, hogy hát ez nem alaptartozék, de jó, ha az ember ilyennel is rendelkezik. Krisztián, kell ilyen? Igen. Jó, hogy mondod, mert ideje használom. Igen, szerintem nagyon jó cucc. Akkor is, ha szuper klón, praktikus. Akkor is, ha nem klón. Ja. Az ultrahangos tisztító nem válogat a klón, nem klón. Persze, értésben. Csak hogyha, mert valaki ezt hozta föl, hogyha valakinek van egy 30-40-50 ezeres kazánja, akkor azt karban is tartja. Én az olcsóbb kazánt is karban tartom. Szerintem nem ezen múlik, hanem hogy szereted vagy nem szereted azt a kazánt. Ha szereted, akkor karban tartod. Ha nem szereted, akkor meg kukat. Ennyi. Na, hol folytassuk, drága gőzvértársaim? Hát, múvoljunk egyet. És akkor... Múvoljunk. Már megint eljössz, Krisztián. Már miért én?
Azért, Azért, mert mert te voltál az beiratkoztál utolsó. fel a levelező listára. Így van. Hát jó, És mert ez a te rendben. napod most, hogy csütörtökön. Jó. Ez a te büntetésed az összes többi péntekért. Igen. Nem érdemlem meg ezt a hatalmas büntetést. A napokban elindult a MOVE rövidítés, M-O-V-E betűből álló kezdeményezés, ami röviden azt jelenti, hogy a egészségügyi szervezetek az elektromos cigaretta támogatásáért. És ez arról szól, hogy neves tudós és egészségügyi emberkék összeszedtek néhány nagyon fontos állítást az elektromos cigarettáról, amit már mi is sokszor elmondtunk, de majd azért elmondom mindjárt, és egy felhívást intéznek kvázi a világ egészségügyi szakértői vagy szakemberei felé, hogy amennyiben egyetértenek, egyet tudnak érteni ezekkel az állításokkal, akkor adják a nevüket a kezdeményezéshez, illetve tudjanak meg minél többet az elektromos cigarettázásról, ismerjék meg, és támogassák azt, mint egy remek alternatívát. Hát olyan alapfeltevésekről szól a dolog, ugye, hogy a dohányzásban a több mint 4000 felszabaduló vegyi anyag a káros, és nem a nikotin. Az elektromos cigaretta veszélyei bizonyítottan drasztikusan alacsonyabbak, mint a hagyományos dohányzásé. A kifújt elektromos cigaretta párája nem káros a környezetre, illetve ahogy jaj, pedig ez a szó, ez már eszembe volt, de most hirtelen nem. Igen, kontrollált kísérletekben, véletlenszerűsített kontrollált kísérletekben már bizonyítás nyert, hogy igenis hatékony eszköze lehet a leszokásnak, illetve minden egyes 1 millió ember, aki elektromos cigarettázásra áll át, az abból 6000 korai elhalálozást tudna megelőzni az elektromos cigaretta. Továbbá az utolsó pont, hogy az elektromos cigaretta nem normalizálja újra a dohányzást, az elektromos cigarettázás is nem dohányzás, és rengeteg országban, ahol növekedésnek indult az e-cigarettások száma, ott kimutatható, hogy esett a dohány termékek eladása és a dohányzás elterjedtsége. Úgyhogy ezek az állítások, hát ezeket mi is már nagyon sokszor elmondtuk, igazából ha valaki nem kőhülye, és nem egy kő alatt élt idáig, akkor ezeket nem nehéz belátni. Remélem, hogy itthon is lehet néhány olyan egészségügyi szakit találni majd, aki mellé áll ennek a dolognak. A kezdeményezők között egyébként egészen nagy arcok vannak. Angliából Jerry Stimson, aki ugye a Varsói Nikotin Konferenciát szervezte. Ő egyébként egy professzor, akkor Franciaországból Jacques Le Hozé, Görögországból Farsalinos Doki, Polóza doktor, Olaszországból és Carmen Eskrig Madridból. Úgyhogy ez lenne a MOVE, egy nagyon jó kezdeményezés, hogy végre bevonjuk a mozgalomba valamilyen szinten a felvilágosult egészségügyi szakembereket is. Mindez mellett ugye röptébe megbeszéltük, hogy erről az anyagról készítünk egy fordítást, amit hozzáférhetővé fogunk tenni az Egyesület Facebook és egyéb oldalain, illetve hát akinek vannak az egészségügyben kapcsolatai, vagy esetleg az egészségügyben tevékenykedő orvos, ápoló, kutató, bárki, és csatlakozni szeretne ehhez a felhíváshoz, akkor ezt nagyon-nagyon szívesen vennénk, és hát ezzel is elősegítenénk az e-cigaretta jobb megítélését az országban.
Charlie, vezessen fel én a következőt. Épp most néztem meg azt a videót, jó pofa. Egyre több a töltő körüli baleset, és hát született egy nagyon pofa, nagyon profi kis YouTube videó arról, hogy milyen töltőt ne. És én arra kérek minden Facebook csoportot, hogy rakja ki a saját csoportjába ezt a kis videót, mindenki végignéz, és mindenki azonnal vágni fogja, hogy milyen töltőt ne használjon. Emeljük ki az úriember nevét, magyarra fordítva tanácstalan Colin lenne ő. Igen. Óriási ez a Clueless Colin, aranyos kis figura. Nagyon jó, és én egyébként annak ellenére, hogy elszállt a svájci frank, olyan szinten azért elszállt vagyok, hogy hál' Istennek még bár próbálunk szűrni, hogy nem mindig csak ezeket a gyászhíreket kommentáljuk, de egyre kevesebbet kell szűrni a hírek között, mert mindig azért jönnek föl tényleg pozitív és jó anyagok, mint ahogy ez is többek között. Azt hittem, a következő cikkre gondolsz, hogy pozitív és jó anyag. Jó nem. Anyag. Jó anyag? Nem. A jó anyag az megvan benne. Bár azt gondolom, hogy ez szinte elkerülhetetlen volt. A számomra egyébként nem világos, hogy ez való mint egy cigaretta. De a lényeg az, hogy valóban megjelent, ugye voltak már ilyen falsírek, hogy van egy joint, meg hogy lehet már kapni marihuánás egy cigarettát. Egy cég valóban nekiállt, és legyártotta az e-jointot, aminek nagyon hülye neve van amúgy, Juju, vagy ilyesmi. Gyakorlatilag THC-t tartalmazó anyag, illetve olaj, egész pontosan. Tetrahidrokannabiol tartalmazó így van. Kannabiszolaj. Kannabiszolaj. És nem 6 mg. És nem 6 mg, és nincs is igazán füstje. És a cikkből az is kiderül, hogy hihetetlen módon vásárolják az idősek. Ugye Amerikáról beszélünk, ez Európában még egyáltalán nem terjedt el, illetve hát nyilván nem is terjedhet el, de van Amerikában egy csomó kiskapu, ami miatt ez például bizonyos államokban teljesen legálisan forgalmazható. Juju, megtaláltam a nevét. Juju. Juju. Akkor hívjuk Juju-nak. Kiejtve úgy gondolnám. Juju, és rengeteg idős vásárolja, ugye az ízületi problémákra egy aránylag hatékony szer a kanabisz, és hát ők meg marhára örülnek, hogy végre nem egy büdös nagy jointa rohangászni, meg ugye a szomszéd érzi, hogy na, az öreg lány már megint elszívott egy joint. Azt hittem, azt mondta, hogy nem egy büdös nagy gyógyszeres flakonnak kell sétálnia. Bár az ára azért ott se kevés, viszont egészen sok a minek hívják, ezt a belégzés szám, amit tud mondjuk egy joint a szembe. Slugszám, hú de jó, erre viszont van kvázi magyar szavunk. Pippantás mennyiség. És akkor rá lehet kötni egy pippantometerre. És a mértékegység a ppm. Nem, legyél már magyar, ppp. Pippantás per perc. Így van. Ppp, tényleg. Ja, de így nem lehet nemzetközi szabványosítani bakkertnek. De soha nem vonul be az ízóba. Akkor nekünk is úgy lesz, hogy ha lesz egy találkozunk, akkor ott megválasztjuk a legnagyobb,
akkor legyen Egy pantót. legnagyobb PPI-vel gőzölgő embert? Simán. Hogy fogjuk mérni? Jaj, lehet kapni ezeket a kézben számoló, tudod, egyet nyomsz, és akkor egyet ugrik a számoló, és akkor így méred, mennyit pippant. Illetve hát kettő hát embert kell ismerve, állítani. Ismerve a magyar hadsereg találékonyságát, szerintem kenyeres zacskó per szívás, tehát valami ilyesmit tudok. Tehát fölfújsz egy kenyeres zacskót, beledugod a módnak a lélegző részét, és akkor és ki mennyit bír összeszívni. Én azon gondolkozom már, hogy a kifele fújást hogy lehetne így megoldani, mert itthon mindig az a vita tárgya egyébként. És hogy mekkora a gőz. Igen, tehát, hogy hogy mekkora a erre. Gőz, meg az ablakot pucolni kell, meg a bútorokra ráül, meg és a többi, és a többi. És pont a minap láttam Instagramon egy amerikai boltnak a kirakatát, és ott volt, hogy gyerekek, észre se vettük, hogy jó idő van, és az ablaknak az egyik oldala meg volt takarítva, a másik meg olyan volt, minthogyha bent valami iszonyat nagy akna robbant volna, és tiszta szürke volt az egész ablak, mint egy tejüveg. Úgyhogy én erre várnék valami ötletet vagy javaslatot, mert... Az üveget azt dzsuvantométerre kell megmérni, hogy mennyire koszos. Lesz rá jelentkező, Csárdi, ha legyártod, lesz rá jelentkező, most mondom. De most komolyan, ezt mivel lehet neki küszöbölni? Mert engem az, nekem az a jó a gőzölésben, hogy jön ki a gőz. Szerintem egyébként egy ilyen kvázi olyan elven működő valamit kell kitalálni, ami egy ilyen fotométerrel megméri, hogy mennyit tud a fényből kitakarni a kifújás helyén a gőz. Tehát egy ilyen fénykapó. Áttetszhetetlenség. Ezt kerestem, ezt a szót. Átláthatatlansági mutató, de nem, mondom, hogy engem... Az a baj, hogy ezt a likviddel is lehetne befolyásolni, mert abban a pillanatban megjelennének az ilyen fotoaktív fekete likvidek. Fekete likvid, igen. Kifújod, és akkor tök és a fekete fórumosok fekete likvidet szívnának. De nem, például. Engem mondom, az érdekel, hogy tudnám kordában tartani, hogy tud, én mindig megkapom a harmadik sluk után, hogy nem elég még. Nem. Vagy erre, mert hát az tök hülyen néz neki, hogy egy csövön így a lakáson keresztül így kivezetném. Mert akkor nem látom. Nyisd ki az ablakot, Charlie. Persze, itt a minuszokba nyitogatom majd az ablakot, a verebekre fűtök én. Valamit valamiért. Verebek is sorvadjanak el. Olyan környezettudatos akartam lenni, és szociális múlt évben, hogy vettem madaraknak ezt a madáretetőt, kiakasztom majd a fára, és hú, mennyi madár életet meg fogok menteni. Szerintetek ki a tököm evett belőle? Senki. Hát lehet, hogy nem jó kaját tettél ki. Mit tettél ki bele? Csári, szerintem szar helyen laksz, mert na, én nem győzöm venni nekik a madár kaját. Mondjuk napraforgót szoktam meg ilyeneket kirakni. Basszátok meg mind a ketten. A kibaszott korlátomat le tudják szarni? Tehát ott vannak? Mikor etetni akarom, akkor nincsenek? Hát leszarják, hogy te etetni akarod őket. Egyébként meg a Lidl-ben, ahol az ultrahangos, tehát ahol ultrahangos mosót kap az ember, az rossz bolt nem lehet. Ott vettem ilyen dobozos előre csomagolt, volt benne szotyi magok. Mert mi? Hát mi lehet, hogy nem tetszett a keverék. Szalonna bűrkét, tegyék ki szalonna bűrkét. Szalonna bűrkét, simán a de majd szalonna bűrkét fogok kitenni nekik. Hát azért annyira hát nem szeretem őket. Két évvel ezelőtt a nejem kiakaszt, vagy kin maradt, bocsánat, kin maradt Rachel zsákba a dió. A fára fölakasztva. Az ott szára. És ott maradt. És képzeld el, jöttek a harkályok, elkezdték kiverni a diót, a madarak, meg a lehulló maradékot kajálták. A két zsák diót másfél hónap alatt nullára, érted? A rasszer zsák csak így csüngött a fán, semmi nem maradt benne. Akkor az ilyen social coworking volt? Az teljesen, olyan összedolgozás volt, érted, hogy csak ültünk, bámultunk ki az ablakon, hogy ez mi. És valami eszméletlen volt.
Ennyi. Egyébként visszatérve a te problémádra, Csáli, marha egyszerű a megoldás. Kell fejlesztenünk egy, úgy fogjuk nevezni, hogy likvid csapda. De most ezen gondolkoztam, tehát az a macska pisi csapda... A kifele fújt gőz egy ilyen csapdán keresztül kicsapódik, újra betölthetővé válik a likvid a kazánba, és csak annyi veszteséged lesz, ami a tüdődbe vagy a nyálka hátjába. Megint elvicceled, nem, de nekem... Nem viccelem, ez hallgatom. Persze, hagyjad és már, visszanyered. Pont úgy fog kinézni, mint amikor a csodalámpából a dzsin kijön, csak fordítva. Miért? Miért? A fremenek megihatták a pisiüket a stílt öltözékből? Miért nem vagy képes egy vaper öltözéket kifejleszteni, amiből a likvidet vissza lehet nyerni a gőzből? De milyen szar lenne, hogyha vaper lennél és föl lennél az űrben? Minden szarra rá rakódna a likvid, és aztán meg csak bejelentkeznek, hogy itt Houston, van egy kis baj. Nem sütne a szemedbe a nap. Az ennyi. Szinte biztos. És az is lehet, hogy odakint a likvid, a súlytalanság állap, azt meg kéne egyszer nézni, gyerekek. Pont ezen gondolkodtam, hogy... fölküldeni a súlytalanság állapot, telegézni a nemzetközi űrállomást, az milyen lenne. Hát mondjuk így is olyan, tudod, mikor kifújod, és a szobában mondjuk így mellkas magasságban száll, hogy csak ott nem terülne szét, mint a tej, vagy mint a köd, hanem egy ilyen, egy horrorfilmbe tudnám elképzelni fönn az űrben, hát... hogy így egy gőz megy, és tudod, ami az útjába kerül, csak sikoltást hallasz, és utána a hullákat. Látsz. Indítsunk egy közösségi finanszírozású projektet, hát ugye itt van a civil űrutazás, lehet fölmenni, csak egy kicsit drága. Fölküldjük az űrbe valami, az első valami 20 millió dollár? Csak? Azt hiszem, igen. Igen, valahogy úgy van. Ez a Virgin Atlantic-es. Játék. Én lemondok egy stadionról ennek a javára. Én is. Egy kettőrök. Azok már mindannyian fölférünk az útra kb. Hú, de durva lenne. Párásító az űrből. Bakker. De amiről múltkor beszéltünk, ha nem is az űrből, de ne felejtsük el, hogy február 27-re becéloztuk akkor a közönség találkozós... Nem egy... hét, mert ide hét van itt. Hét. Mit mondtam? 27. Mit beszéltek itt össze-vissza? Persze, hogy február 7. Nem, tehát a február 7-es közönség találkozó, én kérek elnézést, ahol lehet majd enni, inni. Csiriklaci, aludni nem lehet. Úgyhogy a fanyűvőre gondoltunk mi hárman. Ott jó a koszt is. A kvárté is. Megtűrnek minket a gőzzel. Úgyhogy szerintem ott fogjuk megtartani, majd csinálok akkor egy eventet neki, és azt is kidobom majd a Facebook csoportba, és akkor ott élőben lehet majd kérdezni. Direkt azért nem raktam most ki kérdést a hétre, hogy gyűjjön. Charlie már a fasztekről megrendelt az arany mikrofont. Hát a mikrofont ne is mondjad, úgy fölvágtam az agyam rajta. Beszéltünk múltkor erről a igen. Razer sponsored by podcaster dolgon, visszaírt a Razer. Annyira még nem vagyunk famous podcasterek, hogy megtámogassanak, de nem tudom, ti kaptatok ilyet? Nem. Nem? Na hát én nem. Már megkaptam, hogy nem, úgyhogy... Úgyhogy azt mondták, hogy nem, de próbáljam meg a level 2-t, és adtak egy 25%-os kupont egyébként. Hogyha egyszerre veszek mikrofont és fejhallgatót, ami így olyan uszkve 450 euró lett volna a kedvezmény nélkül. Nagyon jó. Na, vigyázz, hát abból gondolj bele, hogy egy 110 euró lejön. Gondolj bele, micsoda kedvezmény. Több mint 30 ezer forint. Na, szóval sorvadjanak el, nem tudják még, hogy kikkel állnak szembe. Jó lesz akkor nekünk a headset mikrofon is, igaz, Mújó? Simán. Most is milyen jó muzsikál. Ja, kicsit halk vagy, de hát... Nem vagyok halk, nem vagyok halk. Ti vagytok hangosak, és nem normalizálod a hangsávokat. Mint a tekerést. Ja. Én ezeket az unregulated hangsávokat szeretem.
Na, ugorjunk egyet. Ugorjunk egyet, és azt mondtam, hogy csupa jó hír van. Krisztián, te akarod, mert ez Farsalinos. Nem, én azt nem jutottam oda, hogy abban kiképezzem magam, úgyhogy én addig sutyomba akkumulátort cserélek. Úr is, jó, én megcsináltam a tekerést, úgyhogy ennyi. A lényeg az, hogy beszélgettünk már valamelyik adásban arról, hogy milyen durva dolgokat találnak az e-liquidekbe, és úristen, és jaj, és hú, és izé, és és egy ilyen például a diacetil, acetil propinol történet. Mi ez a diacetil egyébként? Kapitaliszt likőr? Kapitaliszt vajaroma, igen. Ugye a diacetil, és óriási, hogy is mondjam, felhajtás volt körülötte. Én még azt hiszem, hogy fú, nem is tudom, 2 évvel ezelőtt talán akkor beszélgettem egy élelmiszeripari vegyésszel, aki foglalkozott ezzel a dologgal. Ez az a bizonyos patogatott kukoricán. Ez a Popcorn tüdő című dolog, és akkor hát ő egy picit mosolygott ezen, mert ugye egyrészt, amikor ilyen popcorn gyártás megy, akkor ott irdatlan töménységű és aeroszol mennyiség kerülhet a tüdőbe, és ez néha válthat ki egy ilyen jelenséget, illetve legelőször ezt olyan helyeken figyelték meg, ahol se elszívó nem volt, semmi. Tehát ez az igazi, tudod, amerikai kapitalista kitelefül Afrikába című történet, és akkor ott nem kell semmi. Nyilván azóta, amikor előfordult ez az első ominózus eset a patogatott kukorica kapcsán, akkor az élelmiszer munkavédelmi rendszabályokkal ez teljesen eltűnt magából az iparágból is. Na aztán valaki a Liquid kapcsán ezt fölhozta, semmi alapja egyébként, tehát e-liquidtől a világon még senki nem kapott popcorn tüdőt, tehát pont. És akkor mehetünk tovább, és ugye a különböző troll az angol tudósok megállapították kezdetű vizsgálatok, azok fölkapták a diacetilt, hát ez popcorn tüdőt, és hú, és íz, és akármi. És ugye a Farsalinos cikkében pedig az szerepel, hogy oké, okay, hogy kimutatnak bizonyos dolgokat mondjuk likvidekbe, így például a diacetilt, de ugye itt a lényeg az, hogy milyen mennyiségbe szerepel, mert hogy a levegőben is van ólom, érted? Azt mégse hord senki gázál arcot, mert úristen, ólom van a levegőben, érted? Tehát az abszurdum. És megnézték azt, hogy a határértékekhez képest hogyan tartalmazzák ezt, és ugye a napi bevitel többszörösét vették alapul, és még így is nem is tudom, az egészségügyi határérték, ezt a szót kerestem, tehát az egészségügyi határérték tized részét sem élik el ezek az anyagok a legrosszabb helyzetben. Tehát azokat a likvideket emelték ki, amiben a legtöbb ilyen anyagot találták meg. Egyébként meg piszok nehéz megkerülni bizonyos dolgokat, azt ugye tudni kell, hogy az aromaipar az bizony molekulákkal, vegyi anyagokkal dolgozik. Ha azt akarod, hogy íze legyen a likvidednek, akkor ezt el kell fogadni, hogy bizonyos molekulaláncok szerepelni fognak az ízesítők között, de ezek olyan minimális mennyiségben tudnak olyan brutális ízt adni, hogy mondom, az egészségügyi határérték alatt vannak jóval, tehát nem fognak problémát okozni. Nagyjából ez a
az összefoglalása a cikknek. Nyilván ő leírja, hogy mennyi kell ahhoz naponta a szervezetnek, hogy önmagában a betegség kialakulása fölvetődjön, stb. Stb. Tehát azt hiszem, hogy ezt akkor is így kitrólkodtuk, hogy iszonyatosan nem volt semmihez sem viszonyítási alap, csak az, hogy ennyi meg annyi szerepel benne, de hogy mennyi az egészségügyi norma, azt nem veszik ilyenkor figyelembe. Na, ugorjunk, mert ehhez kapcsolódik a következő bejegyzés is. Én amikor megláttam, akkor rettentően megörültem neki. A lényeg az, hogy végre valahára már egy igazán mérvadó tanulmány született arról, hogy össze kéne hasonlítani a hagyományos cigarettát, hogy hívják ezt, Krisztián, ami nem füstképző dohánytermékeket, az e-cigarettát és a nikotinos egyéb eszközöket, aeroszolok, tapaszok, stb. És végre született egy igazán tudományosan megalapozott, tehát mindenféle kiindulási alapot megadó, mindenféle mérési technológiát leíró, és azt mindenféle, mit tudom én, tomotográf, fotospektográfiás, mindenféle kiértékeléssel megtámogató, iszonyúan komplex vizsgálat. Betesszük a linket, nyilván ebből senki nem fog első neki futásra egy kummányit sem megérteni, itt tényleg tudományos módon le vannak írva a módszerek, a sejtoxicitást okozó határértékek, azt, hogy milyen készülékekkel, milyen körülmények között, milyen metodikával mértek, tehát minden az ég adta a világon. Egyébként így kéne kinézni egy ilyen angol tudósok megállapították kezdetű dolognak, hogy legalábbis a hivatkozásnak ott kéne lennie. Amit érdemes elolvasni, az a cikk, persze aki akar, az csemegészet belőle, az a cikk vége, ahol az összegzés van. És ott gyakorlatilag kerekperec leírják, hogy az e-cigaretta mérhetetlenül alacsonyabb egészségügyi kockázatot jelent, mint a hagyományos dohánytermék. És ennyi. Tehát bármikor, bárkinek ezt az óra alá lehet dörgölni, ugyan ugye kicsi, ők is leírják, hogy kicsi az az eltelt idő, amióta az e-cigarettát használják, de ez a mérés sorozat is, amit itt elvégeztek, és ez egy nagyon komoly vizsgálati sor, és azt támasztja alá, amit egyébként már egyre több laboratóriumi vizsgálat is alátámaszt, hogy nem, és itt százalékokban is beszélgetnek toxicitást okozó anyagok jelenlétéről, és bizony 90-95%-kal kevesebb az e-cigarettában az ilyen anyag. És hát természetesen szerepel a vizsgálatban a Krisztián kedvence, ugye a Swedish Style Snus, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni, az például a tüdőrák kockázatát, azt éppen 98%, aki kevesebb a snus esetében, mint a hagyományos dohánytermék esetében. Tehát azt gondolom, hogy kezd a tudományos világ egy picit fölébredni. Hála annak a jó Istennek. Na jó van, most már adok vödröt, csak hord el magad. Oké. Okay. Most láttam ezt a képet, de óriási. Mennyire vendégszerető ez a Charlie. Nagyon. Jó, hagyjuk szóhoz jutni a sógunt, mert... Én akartam mondani valamit. Mondjad. Mert itt átugrottál egyet, ami nem nagyon fogok felolvasni, csak érdekesség kedvéért betettem ezt is, az egyik blogon fejtegették az okokozat összefüggést, és milyen az, amikor emberek megállnak az okokozat láncolat felismerésébe egy általános iskolai szinten, és azt nem lépik túl. Ez egy nagyon hosszú, viszont nagyon olvasmányos leírás arról, hogy igazából arról, hogy miért kőostoba a Stanton Glantz és az összes többi ilyen emberke, akik
elutasítják az elektromos cigarettások tapasztalatát, mert ugye állandóan az van, hogy ezek az emberek azt hangoztatják, hogy ha, az csak anekdóta, az, hogy te leszoktál, az, hogy te abba hagytad, az, hogy 20 évig soha nem sikerült, és most meg egyszer csak igen, ez nem jelenti azt, hogy ez az elektromos cigaretta miatt van, és ezeket szeretik előszeretettel hangoztatni, és az úriember, aki a blogposztot írta, nagyon hosszasan fejtegeti, hogy miért logikai megközelítésből, miért rettenetesen hibás ez a fajta a gondolatmenet, amit ők előszeretettel alkalmaznak. És csak gyors összehasonlításképpen, amint a kicsit kapcsolódik az előző tanulmányos dologhoz is, hogy belátható, hogy kontextusában kell vizsgálni ezeket. Ha nem a megfelelő kontextusában vizsgálod a vizsgálatot, tárgyát vagy egy állítást, akkor bármilyen hülyeséget el lehet róla mondani, mint az előzőben ugye nagyon-nagyon konkrét kontextusban vizsgálták a károsanyag kibocsátást, illetve az egészségre gyakorolt egészségkárosító hatást, és ő egy olyan hasonlatot hoz ebben a leírásban, hogy ugye ne szállj be egy idegen ember autójába. Ez egy teljesen jó általános szabály, axióma, ha valaki ezt betartja, akkor semmiféle nagy baj nem érheti ezzel kapcsolatban az életében. Igen ám, de hát a kontextus azért nem mindegy, mert hogyha ott állsz a reptéren, és nem szállsz be a taxiba, mert idegen ember autójában nem szállsz be, mert ez a szabály, akkor elég nehezen jutsz be a városba. És hát az analógia, ez eléggé jól megüli a helyét a nikotin üldözése szempontjából is, ugye, mert hát dohányozni rossz, akkor most legyen rossz a nikotin, és a nikotin az egyáltalán nem jó. Hát nézzük meg a kontextust, hogy úgy viszel be nikotint, hogy 99%-kal kevesebb egészségkárosító anyagot tóz a szervezetedbe közbe, vagy úgy, hogy nem. Jó pofa olvasmány. Te jössz, Charlie! Tessék, olyan jól tanultam. Nagyon jól van ám. Ezért soha többet sütörtököd. Jaj, ugyan már, kedves. Mik vagyunk? Gőzlér barátom. Gőzlér. Nálam van még a vape banded, vagy vape akármid, úgyhogy óvatosan ezekkel a kijelentésekkel. Nem toltam semmit. No, de beszéljünk kicsit. A hüvelygombáról. Jó, most mínusz 50 hallgató. Tehát már csak maradtak 4-en rajtunk írt. Nem. Vattatyúkat írt ide fika, de akár beszélhetünk csak úgy M-blokk a vattákról, mert megint jön az új őrület, és mondtam már adás előtt is nektek, hogy nekem kicsit ez olyan gyíplet marketing szagú dolog, hogy vegyünk egy tasak nagyon sokáig használható, ám de rohadt drága Fiber Freaks, ugyanolyan vékony szálakból álló, vagy tömör, vagy nem tömör dolgot. Vegyesek még az érzéseim ezzel kapcsolatban. Mint ahogy annó nagyon vártuk a japán vattát is, illetve hát ez nagyon sztárolva volt, és nekem valahogy az is elmaradt az elvárásoktól, úgyhogy nekem meg kiesett a régi rendes, hagyományos patikai vatta, és így nekem megmaradt az üvegszál meg a cellukotton. És valahogy nekem nem adta azt se a japán vatta. Ezt a Fiber Freaks-ről még nem nyilvánítanék egy az egyben vélemény. Nem tudom, hogy ti már fogtátok-e, használtátok-e, vagy mondjuk a japán vattával mi a tapasztalat? Hát erre vidékre még nem jár olyan gyorsan a posta, mint feléd. Ezúton is köszönöm nekik, hogy ennyire nyugalomba hagynak. De japán vattáig bezárólag tudok nyilatkozni, és valóban az van egyébként, hogy nekem a japán vatta az nem volt igazán
hogy is mondjam ezt, ilyen nem old school, Ez ilyen hanem deal van. breaker, hogy ezután semmi más, nem csak japán vattát. Nem. Úgyhogy épp Abszolút nem. most határoztam el, hogy nem japán vatta. Visszatértem én is ehhez a kombóhoz, hogy vagy üvegszál, vagy cellukotton. A cellukotton lehet, hogy én vagyok az öreg, megszoktam, meg tudom kezelni. Nekem úgy tűnt egyébként, hogy a japán vatta visszafelé is úgy tudja szállítani az égett levest, mint odafelé. Nem Ami egy nem biztos... irányú. Nem egy A irányú. kurva élet. Nem egy irányú. A cellukottonnal én nagyon ki voltam békül. A hosszú egyenes szálai vannak, jó tudom behúzni a mikrokoilba. Úgyhogy én egyelőre így nem arcoskodom vatta fronton, maradok az üvegszál meg a cellukotton mellett. Szerintem ez a két dolog teljesen kielégíti egy vapernek ez irányú érdeklődését. Krisztiánnak viszont van még ettől újabb újdonsága. Igen, én két megfigyelést tettem, egy hete kaptam az oszítóra V42-ről kipróbálásra, ezt azóta fölkerült az oldalra, mint látom, és mújó vatta, képzeljétek el. Igazából mui vatta, de szerintem csak elgépelték, mert az i meg az o ott van egymás mellett a billentyűzeten. És kaptam egy lapot belőle, hogy próbáljam ki, hogy de nagyon szar volt egyébként. Hát cseszétek ti meg! Na jó, hát majd robot hangon fogok felolvasni. Az irítség beszél belőlünk, mert rólunk nem neveztek el semmit. Ja, de, bocsánat, rólam egy francia újságot, egy szatirikus magazint rólad. Rólam szaros vattát, hagyjad már. Fifika, rólad mit neveztek el? Semmit. Nem hagyjátok, hogy elmondjam az élményeimet, megosszam az éppel, de... Semmi baj. Na szóval, nekem nem volt szerencsém kipróbálni az elődjét, ami nem ilyen szuper bioatom természetes vatta, mint ez az új mújó vatta. És csak... Szerintem Oszi holnap át fogja írni. Az előző kísérleti alanyom az a cellukotton volt, ahhoz tudnám hasonlítani, a többi japán vattához nem, de egy hete ezt nyúzom, és nyúzom most már a dripper pelszóba, meg nyúztam a kis kajfumba is, és nekem egyelőre az a benyomásom, hogy egyrészt rettentő kevés mellékíze van egy cellukottonhoz képest, és pedig annak sincsen sok, tehát nagyon-nagyon tisztán jönnek az ízek nekem belőle, és most, hogy így egy hete nyúzom, baromi strapabírónak is tűnik, mert nem akar elhasználódni egy hét után még mindig, pedig hát azért nem keveset nyúzom. Úgyhogy egyenlőre nekem nagyon pozitívak a benyomásaim, aztán majd jövő héten megint beszámolok, hogy meddig bírta. A mújó vatta. Nem én mondtam. Ezt így, hát nem, csak így jaj, nem én mondtam, próbál, nem én mondtam próbálom, a számba. Próbálom így tudatosítani mindenkibe, hogy nem az van ráírva a csomagolásra az elírás. Tehát a japánok is elírták nyilván. Nem ismert meg a Krisztián, de ezután most már így jön a szalagról is. De hogy ha végig gondoljátok, nyújt annyival többet egy... mit tudom is én, 1500 forintos Fiber Freaks csomag, mint mondjuk, nem tudom, körülbelül, ha összerakom a mondjuk cellukottomból ugyanazt a mennyiséget, mondjuk 500 forint. Tehát ad neked ez háromszor olyan ízgőz élményt? Ezt nem hiszem, mondjuk. Tehát én szerintem itt, ha vannak is különbségek, ugye ez egyrészt, annak idején azt mondtam, és ezt tartom is, hogy egy késélnyivel tartottam jobbat a hagyományos vattától a cellukottont. Én azt gondolom, hogy itt meg ilyen penge különbségek lehetnek egyrészt, másrészt meg a tudat. Tudod, tehát azt mérték, hogy ugyanazt a vörösbort adták a delikvenseknek, csak az egyikre azt hitte, hogy 300 forintos, a másikra meg, hogy 3000 forintos, és a 3000 forintos sokkal jobban ízlett neki, mint a 300 forintos. Tehát ez
nyilvánvalóan egyfajta ilyen önhipnózis. Önhipnózis, igen. Lalikám, így áll Traubit. Mert ha Traubit iszol, ugyanazt a cukros lötyöt csurgatod a beleidbe, mintha kólát innál. De azáltal, hogy te Traubit iszol, különbözöl. Na, ez kéne, hogy megértsd, Lalikám. Az örökérvényű üvegtigris egyből idézett, aki nem tette volna esetleg magáévá. Na, most akkor kell az a impala, vagy nem? Hozd. És ha már itt tartunk a vattánál, vatta, vatta, hogy fűzzünk erről át? A vatta ahhoz is jó, hogy a... What the fuck? A nem vatták sportja következik. Nem, asszátok meg. Tehát a vatta arra is jó, hogy a légiós futásban megizzadt testedről felitasd a verejték cseppjeidet. Na de hogy mi is ez a légiós futás, uraim és hölgyeim? Van nekünk egy nagyon kedves barátunk, akinek a testén nem látszik, hogy milyen sportember, de az... De a szellemén annál inkább. Igen, Andor alias Clairvoy, aki mindenféle ilyen sportban benne van, többek között lelkesen űzi ezt is. Igen, ő egy olyan fura figura, aki valamiért előnyben részesíti a helyváltoztató mozgást a helyzetváltoztatóval szemben. És szervezne Andor egy vaper csapatot, egy ilyen légiós futás, Legion Run a verseny neve egész pontosan, 5 kilométer a táv, viszont ezt nem sík pályán és nem terepen, hanem sárban kúszva, jeges vízben úszva, építményeken átmászva, mint egy ilyen akadálypályát kell elképzelni, és ugye mindez csapatként, tehát együttműködve, segítve egymást futnának be a célba az emberek. Andor elmondása szerint nem számít, hogy egót, varivattot vagy mehamodot használsz, és senkit nem érdekel, hogy be tudsz-e üzemelni egy Genesist, és az sem számít, hogy egy hónapja, vagy 3 éve, vagy vaper, csak az számít, hogy együtt teljesítsétek a versenyt. Ez nagyon lelkesítő volt. Nem, Andor, igen, ami utána jön, ne feledd, embert hátra nem hagyunk, ha kell, együtt halunk meg. Ennyi, tehát így ennél szebb mondat, kinek azt hiányzik? Azt így megvan neked, Krisztián, hogy az Andor tart rablót a Charlie-nak a falátugrásnál. És az megvan neked, hogy Mujó és a testvére is el lesz oda rángatva? Az megvan neked? Mert nekem megvan, írásos nyoma van, vigyázzatok. Meglennék lepődve rajta. Na de hogy kik nevezhetnek egyébként? Versenyre nevezhet egyébként fiú, lány, alacsony, magas, korra, nemre, testalkatra való tekintet nélkül, akár hobbifutó is. Andor elmondása szerint hatalmas élmény, és nem fognak senkit korbáccsal végigkergetni a pályán, de mindenki büszke lesz a végén magára. A profik ugye az első hullámban indulnak, nekik az eredmény fontos. A magyar, illetve hát most mindenki magyar lesz, mert ez nem egy nemzetközi, illetve lehet, hogy lesz nemzetközi is, de amelyik csapatot Andor szervezi, itt nem ez a cél. Az a cél, hogy kihozzák egymásból a vaper légiós futók a maximumot. És igaza van Andornak szerintem, hogy ha ez sikerül, akkor helyezés nem számít, és mindenki nyert. A verseny az június 13-án lesz Budapest környékén valahol, és körülbelül azt írta, tehát Andor keményen benne lehet, mert
Azt írja, hogy a nevezési díj és hogy mit kapnak érte. A ciprusi futamra a nevezési időszak elején csapatlétszámtól függően durván 12-16 ezer volt a nevezési díj, és ez idővel egyre növekszik. A verseny napja már durván a duplája. Tehát ő ezért szeretné minél hamarabb összeverbuválni a csapatot. Ő azt mondja, hogy nem csak vaperek jöhetnek a csapatba, de tök jó lenne, hogyha egy ilyen tisztán vaperekből álló csapat összeállna. Egyébként annak lehet örülni, és előtte-utána pöfékelni, de ő sem javasolja senkinek, hogy a készüléket erre az eseményre, a versenyre magával vigye. Bemondjuk az adásba az e-mail címét, vagy csak írjuk le majd a bejegyzésbe. Mindegy, elmondom. Tehát a varkonyi@gmail.com-ra várja a jelentkezéseket Andor, és hogyha kialakul a csapat, akkor minden továbbit majd megbeszélnek. Nagyon magasztos csapatpólóban gondolkozik, szlogenben, semmi jónak nem az elrontója. Az oldalra ki fogom rakni egyébként, de meg is lehet kattintani, a legionrun.hu a hivatalos oldala, és berakok majd egy Vimeo videót, hogy 2015-ben... Igen, 2015-öt írunk, Charlie, csak nem, szóval. Azért csak, mert itt az van, hogy Legion Run Ciprus 2015. Hát már volt 2015-ben verseny. Hát a ciprusi ezek szerint lefutott akkor. Aha. Valamilyen. Szóval kedv csinálónak egy rövid videó lesz ott. Pont itt van a szemem előtt. Oké. Okay. Georgina Pivko és Krisztián Pivko felírva a listára. Isten hozott titeket a csapatban. Még lájkolták is. Ja, az én vagyok. Ideig hárman tutira mondták, hogy jönnek. Valóságtól. Tehát ideig hárman mondták, hogy tutira mennek Andorral, plusz van két jelentkező, akik jönnének, de még nem tuti, úgyhogy, hát meg ott van a két Pivko, meg Andor, úgyhogy remélem, hogy a podcast után is valaki kedvet kap hozzá, és öregbíti a vaperek, a sportoló vaperek hírnevét, és hogy micsoda teljesítményt fognak ott nyújtani, azt majd meglátjuk. A nézőknek egyébként úgy tudom, hogy teljesen ingyenes a rendezvény, tehát elmenni bárki elmehet, szurkolni, drukkolni, nézni, videózni. Mi is megyünk, Andor, kemények vagyunk, mint a kád széle. Igen, én is ott leszek, nézem. Ne, az nem az a film lesz, majd mikor egyenpóló lesz rajtad, és ott állsz, és a füledben az adrenalin zubog, na akkor észreveszed, hogy te nem csak néző vagy. Előtte leszed állunk. Szóval a vendégeknek, vagy a nézőknek ingyenes, annyi csak azt hiszem a megkötés, hogy ételt, italt nem lehet bevinni, hanem ott kell vásárolni. Két korsó sört, vagy két dobos sört szerintem mindenki kibír. Ennyi lett volna röviden Andornak. Hát még én, miközben nézem a többieket, amint sárosak. Kisbútus. Hát ezt Andorral majd lefájtolod, szerintem én megtettem mindent a cél érdekében. Legközelebb majd óvatosan fogsz nyilatkozni, és akkor nem kerülsz ilyen helyzetbe. Amit egyszer leírtál, az úgy is kell, hogy legyen. Olvasd el még egyszer, Charlie, mert és semmi ilyesmit okay, nem írtam. Oké, elolvasom, és nem még egyszer, ezt többször is elolvashatom. Azt mondja, hogy 36 hozzászólás, gyorsan átpergetem. Krisztián megálmodja, nagyon jó, ott van. Az az aljas csúsztatás, azt te írtad. Ebből már lehet valamit sejteni. Na. Akkor megdumáltuk. A csütörtöki podcast közben kisorsoljátok, hogy a három gráciából melyikötök fog jönni a Legion Run-ra. Mi megegyeztünk Fifikával, hogy mi ketten nem megyünk. Ergo. És egyébként ezután kommentelte a tesót, hogy ha meggondolod magad, megyek veled. Igen. És ennyi.
Gyere És velem, ennyi én nem azért. megyek sehová, de szerintem ezt valami lápi troll írta csak neked a Azért neved érzed, alatt. hogy Valaki föltörte a Facebook pont, profilodat. pont ugyanazt a logikát alkalmazod most, mint az ECG ellenzők a logikai bukfenceiket, tehát részemről soha sehol nem hangzott el, de egy ilyen okozati láncszemet átugorva, elegánsan Ennyire átugorva. nem félted a tesódat, így belöknéd a harcosok ketrecébe? Én nem, mert hát ő meg írta, hogy ha megyek, megy. De mivel én nem megyek, ezért. Gyere vele, azt mondta, hogy ha meggondolod magad, megyek veled. Hát te meggondoltad magad, mert azt mondtad, hogy jössz, úgyhogy ő is Gyere jönni velem, én fog. sem megyek sehová. Jó, rajtad múlik a csapat sikere, tehát ha ezt bevállalod, akkor ám legyen, de Nem utána. mehetek. Az a helyzet, hogy én egy elfű ember vagyok, és mivel a 2000-es évek elején megalapítottam az önkéntes mozgás szegény mozgalmat, ez a kettő nem fér össze. Jaj, de rossz. Jó, ezt majd lefajtolod akkor Andorra. Jó. Ott van, felírt a listára. Na, hallottam vicces dolgokat egyébként is, A akkor. halálistára nem lehetne kihúzni. Jó, de. Nyuszika. Na jó. Mesélj már nekem a budapesti vidám vaper villám találkozóról, mert azt mondja, Rácz Béla odament, hogy találkozó, meg minden. Álljunk össze egy közös fotóra, álljunk össze, összeálltatok, és utána 2 perc múlva azt mondtad, hogy jó, akkor ennyi volt, köszönjük szépen, mindenki menjen, ahova akar. Tehát ez ilyen szinten volt villám. Ez villám találkozó volt, és ez, most, hogy így a Béla így kifejtette, ez valóban egy meglepő dolog kellett, hogy legyen, mert így volt kiírva az esemény. Gyors csoportkép, majd utána fakultatív délután. Ettől függetlenül elfakultatívkodtunk az íjászba, megittunk néhány ki vérmérséklete szerint forralbort, üdítőt, bambit. Úgyhogy de igen, hát a hidegre való tekintettel, meg most mit átcsalogjunk ott a nyugatinál, az volt a lényeg, hogy összejövünk, van egy-két narancsárga folt rajtunk, készül egy jó kis csoportkép, ami megy a nemzetközi közösbe, és aztán ennyi, ez volt a terv. Miért is láttál már ilyen képeket más csoportoktól is? Nem, mert aztán, mint kiderült, a spanyolok is ráálltak a 25-ére, hogy ugye a franciák a Charlie Hebdo-s szörnyűségek miatt elhalasztották 2 héttel, a 25-ére a gyülekezőt, vagy az összegyűlést, vagy a találkozót, és aztán csatlakoztak hozzá a spanyolok is az utolsó pillanatban, úgyhogy igazából mi voltunk azok, akik ezt ilyen menetrendszerűen megtartottuk. Úgyhogy nem, más képeket még nem láttam. Mert nincs is akkor ezek szerint. Volt még egy kérdés. Igen? Ja, fölmerült még az is, hogy esetleg, mivel nagyon kevesen voltunk, megrendezni még egyszer 25-ére, mert hogy addig szerencsétlenkedtem, hogy nagyon az utolsó utáni pillanatban írtam csak ki az eseményt, hogy lehet, hogy akkor csinálnánk egy második felvonás 2 hét múlva. Ezen még gondolkozom, hogy egyáltalán van-e rá érdeklődés, mert hogy 2 hetente azért nem Ugyanezt kell találkozni. fogod eljátszani, addig kéreted magad a légiós futással is, míg meg nem emelkedik a duplájára a nevezés. De szerintem akkor már Andor rád fogja terhelni a különbözetet. Ajaj, hát ez valahogy meg kell szabadulni ettől a végülős futás dologtól, mert mindenki többet beleképzel, mint amennyi valóban megtörténhet. De se baj, ezen még gondolkodom, de mivel most 7-én lesz közönség találkozó, meg egyebek, hát azért nem kell 2 hetente kirángatni az embereket a hideg utcára, úgyhogy még agyalok rajta, de kitalálom mindjárt. A közönség találkozó meleg helyen lesz. Igen. Becsukjuk a szemünket, és mintha az anyamékben lennénk, olyan jó lesz. Még azt valahogy ki kéne találni, hogy rögzítjük ott a háttérzaj lehet, hogy ad neki némi életérzést, csak hogyha, mit tudom is én, hallgatói kérdés van, azt hogy fogjuk lebonyolítani, de addig majd gondolkozhatunk rajta, hogy ez nem fog úgy Hát ezt menni a most, mint a múltkor, múltkori, hogy itt hát... a telefonos headsetemmel adogatom a teszád, meg az én. Nem úgy a két szánk között, hanem csak úgy rakosgatom a két Nekem szánk van előtt. egy egészen érzékeny diktafonom, ami babból vesz föl, Hú, de most te és... rád ordítottam volna, hogy akkor miért nem azt használod? De az sajnos nem mikrofon. Igen, csak legközelebb majd rábeszélek, és átküldöm Most neked. gondolkoztam, hogy tényleg nekem is van Azt a egy szinkronizálod. diktafonom, akkor azt csináljuk szerintem, hogy mind a kettőt elvisszük, rögzítjük, aztán megnézzük, hogy
melyik Melyik a a jobb? jobb, illetve melyik a kevésbé szar. Jó, rendben. Na. Probléma kipipálva. Pont jó egyébként, amit belinkeltél az előbb tanácstalan úrral a kis animációt, mert Tatár Tomi kérdezett egy párat. Az egyik pont az volt, hogy miért ne ajánljuk kínai akut és töltőt. A videó erre is Válasz. magyarázattal szolgálhat és válasz. A másik Így pedig van. ugyanúgy akkumulátor témában, bontott laptop akuk megbízhatósága vagy megbízhatatlansága. Most megint az van előttem, hogy ez már a, hogy ne legyen explicit a tartalmunk, ez már a fillér szás magas iskolája. Fillér szás magas hogy, iskola. Hogy mikor már a 1500 vagy 2000 forintos aksi helyett inkább egy ismeretlen laptop akkumulátor szedünk szét jobbik esetben csavarhúzóval, rosszabbik esetben bicskával, hogy csak azért, hogy spóroljunk, de mert az jó lesz, mert méretre stimmel, meg egyébként is vannak okosok, akik ki tudják mérni, mekkorát esik a használt, egyébként tegyük hozzá, használt laptop cellának az Szerintem aksia. Egyébként lesznek majd ilyen, tudod, mint az izébe, a éjfél után a tévébe, ilyen cellajósok. Tehát így odaviszed a cellát, tudod, így végignézi, közben így az ingát húzza fölötte. Ja, azt hittem olyan, hogy tudod, ez a fogd meg a jobb kezedbe, a balt pedig tedd a képernyőre. Érzed? Jó, aha. Itt az eleje az 80%-os, hát az alja az még 90. Jó lesz ez. Volt nálam egy vaper srác, bontott aksit rendelt kicsi pénzért, ami gondolom szerszámgépekben való. És a szerszámgépeknél elnémult fifika. Itt vagy, Fifkó? Mújó? Itt van. Itt vagyok. Te itt vagy. Tök jó. Ilyenkor tudod, mindig megrémülök, hogy az én netemmel van baj, de aztán a megnyugvás az eluralkodik rajtam. Megnézem, hogy hol van Ficsor úr, nem látom. Itt vagyok. Na, itt. Hát akkor beszél előkerült. Is. Na. Nem tudom, meddig lehetett hallani. Kis szerszámgépeknél. Ja, igen, szakadt tehát abba való bontott aksi volt, és úgy volt bontva az akkumulátor, hogy össze volt verve. Tehát horpadás volt magán az akkumulátora. És aki küldte, azt írt, hogy attól semmi baj, nyugodtan lehet használni. Igen, és ez Blacknek is lenne húzogattam egy picit, húzogattam egy picit a számot, hát mondom, azért nem biztos, hogy ezt így meg kéne terhelni, ezt az összeütött. Tehát kézzel fogtad az aksit, és érezted a horpadást, hogy így az oldalán ott van. Szóval ezektől azért én óckodnék. Mikor ilyenre gondolok, hogy mi lenne, ha lenne egy ilyen aksim, akkor mindig ránézek arra az öt aksira, amit a Mujó adott múltkor, és egyből elmegy mindentől a kedvem. Én azért nem értem ezt, hogy ezen miért kéne spórolni, mert érted, egy jó akkumulátor 2-3 ezer forint között van. És ahogy ez Black is elmondta már, baromi nagy szufla van egy ilyen akkumulátorban, és baromi nagy terheléseket is kap, tehát tényleg nem jó játszani vele. És azért nem veszel hetente akkumulátort, kivéve, hogyha ilyen szar akkumulátorokat veszel. És nekem az a tapasztalatom vele, hogy normális cellák egy év után kezdenek el nálam veszteni a használható teljesítményükből, és egy éven keresztül azért nem keveset használom őket. Tehát tényleg igénybevételnek vannak kitéve, és most 3000 forintot megfinanszírozni egy éves időintervallumban, tehát ilyen havi 300 forintról beszélünk. Nem, egész egyszerűen nem érdemes. Én egyébként félve mondom ki, de itt vannak még előttem a kicsivel több, mint 2 éves aksiaim is. És igazából úgy van nálam, hogy ezek, amiket én már nem tartok érdemesnek az elcigibe, azok mennek a dupla 18650-es ledes lámpába. És oda még szerintem tökéletes. Nem baj, hogyha
lemerül kicsit előbb, hiszen annyi van, mint égen a csillag. Az eredeti AV-aksikra vigyázok. Ezekkel meg, amiket most használok, így nem tapaszt. Tehát az az igazság, mondjuk nem is nagyon nézem, mert így merül cserélem. Jó. Van olyan barátom, aki áthozta, hogy már nem tud vele mit csinálni, és vesz újat, majd én kidobom, de az is még mindig itt van, hogy igen, azon tapasztalom, hogy tényleg negyed óra, 20 perc alatt, és nem értem, hogy tudta ezt csinálni. Mondjuk ezt vépelési szokásokra is visszamerném, vagy tudnám vezetni, mert szerintem az, ahogy ő szívja a cigit ezekkel a, tudod, mikor dupla slukkot, vagy triplát szívsz, szív, elengedi, mikor kifújja, megint elengedi, tehát ő ilyen pulzáló szívással használ, és szerintem, javítsatok ki, hogyha rosszul gondolom, szerintem jobban megterheli ez a cellát, ez a, akár csak, hogyha a fűtő szálat nézed, hogy kihűl, megint fölfűt, és akkor gyakorlatilag tovább kell szívnod, mert hisz megint el kell érned azt az üzemi hőfokot. Azzal ellentétben, mint hogyha megnyomod, aztán szívsz mondjuk egy dupla slukkot. Kénytelen vagy egy idő után azért elengedni, hogy a folyadékellátás is be tudjon indulni. Hát most várjál, megnézem, és majd szólok, hogy meddig szívtam, jó? Most jó, mondjuk valóban tekerés kérdése. 1,4 ohm. Most kezdem. Néma csönd. Ennyi. És itt kezdtem el kifújni. Tehát ez a 5-6-7-8 másodperc szerintem lazán benne van neki. Jó, hát azért az egy tisztességes luk. Egyébként az én lecserélt aksiaim túl sokszor nem fordult elő, ez 2 éve használok meg a módot, úgyhogy egyszer került sor egy ilyen aksi cserére. Azokat is inkább azért cseréltem le, mert valóban már egy kicsit gyorsabban merült, mint amennyire kényelmes volt, és hamarabb kezdett el esni a leadott teljesítménye. Viszont tökre használható volt még. Ami probléma volt vele, hogy a műanyag burok megkopott addigra, és már nem volt teljesen tökéletes rajta a szigetelés, és igazából ezért cseréltem a végén. Erre volt egyébként... Több sokáig bírják ezek a erre jó... Erre volt egyébként jó az a link is, amit beraktam az első Geek videóba, ez a kis aksi burkolat, hőre zsugorodó aksi burkolat, az szerintem tök jó ilyenre, mert nem vagyok az a fillér baszó kategória, de szeret, tehát hogyha jó az aksi, fölöslegesnek tartanám a szemétbe, illetve a szelektívbe ugye beledobni, mert semmi baja, csak a burkolata sérült, és akkor ilyenkor át lehet húzni egy ilyen kis javító burkolattal, és akkor utána folytathatja az ember a munkáját. A tiédet is szívesen áthúzom, hogyha úgy adódik a dolog. És akkor odaadhatod neki a V-bendet is. Jó, nem is szelektívbe, azt odaadtam neked a többivel együtt. Persze. Igen. Miért abban van olyan, ami ilyen sérült? Mert akkor azt... A két kék. A két lilára gondolsz? Hát... Most előveszem az egyik lilát, aminek a végéről hiányzik a szigetelés. Erre gondolsz? Az, igen. Biztos, hogy csak a szigetelés hiányzik róla? Nekem, mintha az a... Aha. Hát mivel lejött a szigetelés, lejött róla az a fehér műanyag. Az egyiken még megvan, azt megreparáljam? Reparáld meg nekem, kérlek. Zsír, kérlek. Lesz egy nagyon fajn piros aksid. Menő. Hát még, hogy menő, de milyen menő? Itt mutyisztok élő egyenesben. Tudod, mi az ára? Tudod, mi az ára? Egy légiós futás. Hát, akkor nem lesz. Tartsd meg azt az aksit, Charlie. Tartsd meg az aprót, de mocskos állat. Hú, de piszkos. Még a végén megtakarítom a szar aksidat izopropil alkohollal. Mit nincs közben. Neked otthon? Tessék? Mit nincs neked otthon? Fúj, de retkes. Én nem tudom, te ezzel mit csináltál. Én azt tisztán adtam. Tudod, mikor volt ez tiszta? Lefényképezem, berakom a show notes-ba, hogy nézett ki. Ha mered vállalni.
Hát egy Semmihez évig már gyűjtötte a hozzáhova, ha zsebpisztolyt neked. megint. Igen. Az a te aksit, Csárli. Úgy cinkeled magad a Semmihez van sónócba a hozzá. koszos aksiaiddal, ahogy akarod. De ahogy akarod. Most megnézem, hogy mit bír ez az aksi. 3,9. Milyen jól tartja magát. Az viszont durva. Hát ez majd egy fél éve ott állnálad. Legalább. Ó, hát... Krisztián, hát ez szebb lett, mint újkorában. Azt fogom csinálni, hogy én Szív Charlie, ezt rá fogom írni az akutestre, és úgy rakom rá majd a piros hüvelyt. Szerintem csodás okay. lesz. De ha nem használod, akkor a henna tüzén fogsz elég. Bármit ráírhatsz, hál' Istennek a... Tudod, és akkor megy a Krisztián az utcán, és így tekeri szét a módját. Nézzétek meg, milyen aksi van benne. Nézzétek, nézzétek, nézzétek. Van benne. De király. És hát igen. És akkor jön egy arab, jön egy ilyen arab terrorista. Aha, Charlie. Ennyi. Charlie, Charlie. Igen. Egyébként itt írja pont a... Most a bontatlan, mert ez még bontatlan volt ez a pakkom. Bontatlan akkuhüvely javítót vettem elő miattad, hogy szép piros legyen, mint a málna. Mint a málna! Ú, ki a király? Lali, Lali a király. És ki még a király? Sanyi! Úgy van, Sanyi, Ő más új kérdések? Nincsen több egyébként. Ja, itt írja valaki. Ennyi. Mujó, most akkor tényleg jön futni? Azt már megválaszoltam, mondjuk, hogy igen. A Majoros Tamás írta, hogy ő is csak reagált erre, hogy egyszer történik nálunk is valami hasonló, olyan boszorkányüldözés lesz belőle, hogy csak pislogunk. Rengeteg sötét felhasználó van, halvány lila gőzük sincs, mit csinálnak, mi az, amit használnak, hogy működik. Ez a tudatlanság plusz szubóm mánia plusz szar aku egyenlő borítékolható katasztrófa, mely csak időkérdése. Rendszeresen járok be a helyi boltba, veszik az emberek a mehákat, mert jól néz ki. Amúgy sík hülyék hozzá, de az kell. A boltos már csak önkioldó biztosítékkal ad el ilyesmit, meg egy óriás kiselőadást. Ja, bocsánat, meg egy órás kiselőadást tart a megvásárló cucchoz, én meg nézem a vevő arcát, és látom, hogy egy szót nem fog fel az egészből. Igen, ez is egy kemény vélemény, de azt már én is sokszor szembe találkoztam azzal a válasszal, hogy miért keltitek mindig a feszültséget, meg az nem is olyan durva, meg leszámolják a fotelfizikusok, hogy az tulajdonképp nem is annyi amper. Úgyhogy... Hát én azt mondom, csinálja mindenki, ahogy szeretné, én óvatosságra intek minden ésszel vépelőt. A lítium-ion nem játék. Mint a medve sem tudod. Hát igen. Hát ez nagyon jó lesz, Krisztián. Klassz, alakul. Hát most próbálom berakni a hüvelybe, de most nem megyek ki hajszárítóér, és nála most itt csak szúróláng van, úgyhogy... Azzal azért ne küld meg inkább. Azt akartam mondani, hogyha nagy durranást hallasz, akkor túl jól sikerült a melegítés. De lehet, hogy ezt majd... Nem, belehúztam. Fa in. Úgy is mondhatnám, hát előre is köszönöm szépen. Professzionálisak vagyunk. Én még azt szeretném elmondani, hogy a Légion Ránon való részvételemről szóló hírek pont annyira megalapozatlanok, mint amennyire túlzó. Azt hittem, azt mondod, hogy sem megerősíteni, sem megcáfolni nem akarom. Pivko Krisztián közleményét nem hallották. Akarom megcáfolni, nagyon szeretném, csak nem adjátok. Elmondtuk már, háromból egynek menni kell. Mi ketten eldöntöttük, hogy te mész. Hogy nem megyünk. Innentől kezdve, meg akkor mi a kérdés? Semmi. Majd kitalálok még valamit. Ugyan már, fiatalember, ez nem így működik.
Fiúk, berekesszük. Szerintem menjünk hárman szurkolni. Inkább sokkal jobb. Rekesszük be az adást, mert én már nagyon mennék aksit reparálni neked. Wow, nagyon köszönöm. Akkor rekesszük azonnal. Sokba jó, fog ez neked de még kerül. Ma átugrassz érte? Hát persze. Oké, rendben. Fizetős még addig, az út felé? Addig megépítjük az akadálypályát. Ez az akadálypálya. A Legion Run verzió 0.9. Juss el hozzám autópálya matrica, megyei matrica fizetése nélkül legálisan. Na. Fiúk, megint egy élmény volt veletek. Örülök, hogy itt voltatok. Mi lesz a címe, azt tudjuk. Ó, a cím. Legyen a cím. Várjál. Ó, másik oldalra friss. De ha már itt vagyok, megnézem ezt is. 3.15.73. 3.19.73. Jó. Zsír. Akkor a mai adás címe Elszálltunk, mint a svájci frank. Amen. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Egy élmény köszönjük volt. Szépen. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.